Megérkeztünk Réfülöpre a Balatoni Nyár stúdiójába. Hát ez most még nem úgy néz ki, mintha egy stúdió lenne, de higgyétek el, hogy az lesz. Ez lesz a fő helyszín, itt lesznek a leghosszabb beszélgetések. Mögöttetek lesz egyébként a színpad, a zenei színpad, és itt oldalt pedig mindenféle nyugágyak, napágyak, felfújható gumimatracok, gumicápák és minden egyéb kellék lesz. Mi leszünk idén, ami annyi víz hang, sátorból kiszálló pitypang. Nem is tudom, mennyi időt kellett újra várni, talán már 2 év is van, Kriszta, nem tudom, amióta nem dolgoztunk együtt. Hát tulajdonképpen az Eurovízión hangban egy picit összekapcsolódtunk, de több ezer kilométer távolság volt közöttünk. Hát 2 év. Én nagyon vevő vagyok arra a fajta humorra, amit te csinálsz, és attól se leszek ideges, hogyha filmekből idézgetsz, szó szerint egészen pontosan. Igen, Szabó Erika és Vida Péter pedig a háttérben már élvezi a sebességet, úgyhogy szerintem mi is tapasztaljuk meg ezt, a gyorsaságot, úgyhogy szerintem mindenki kapaszkodjon, húzzunk bele. Ja. Nem tudom, mennyivel megyünk, de ez nagyon gonosz dolog volt. Ne úgy félek, szóval, hogy köszönöm. Külön öröm, amikor legendák látogatnak le hozzánk. Örülj velem, kérlek, úgy, ahogy és azért ez megtörténik, mondhatom szép számmal egy nyár alatt, és ilyen volt, amikor azt hiszem egyébként már augusztus volt, tehát így viszonylag az idény vége fele tartottunk, és Csukás István lejött hozzánk. Hát fantasztikus volt, és ebben a pillanatban így az ember átmegy rajongóvá. Állatok is jönnek a műsorba. Kutyák mindig. Hú, egyszer volt egy új fullandi, iszonyatosan, azt hiszem új fullandi, de lehet, hogy Bernáthegyi volt, nem tudom, az a lényeg, nagy, hosszú szőrű kutya. Én kifejezetten szeretem a kutyákat, de olyan rettenetes büdös volt, hogy az nem emberi. Szervusz! Egy milyen fajta? Új fullandi kutya. Illatban is nagyon jól működik. Extrém sportok. Na, ez lesz azért rovatom, ami első hallásra közel áll hozzám, másrészt meg belegondolva itt a rögös pályafutásomra 33 év alatt, nekem tényleg csak a bal lábam volt az egyetlen végtagom, ami nem volt eltűrve. Ez az extrém sportos vonal egyrészt vonz is, meg másrészt egy picit félek is tőle, de mondjuk egy régi álmom az, hogy ejtőernyős ugrást végrehajtsak tandemben szigorúan. Hát most nem ígérték meg, de én azért próbálom kisajtolni belőlük a szerkesztőkből, hogy legyen egy ilyen, mert azt viszont azt szívesen megcsinálnám. A Balatoni Nyár június 17-én indul, de mi Rátonyi Krisztával csak 24-én kezdünk, de aztán egész nyáron itt leszek, vagy pedig Budapesten az A38 hajón, és akkor az M2 Petőfi TV műsorán.